Üdvözlök mindenkit, én Urbex Gyula vagyok, és ebben a videóban a mögöttem látható Posteleki romkastélyt fogom bemutatni. Nyomjuk! A Szellemkastélyok sorozat legutóbbi része majdnem 5 évvel ezelőtt került ki, szóval itt volt már az ideje egy újabb epizódnak. Ebben a videóban pedig egy olyan kastélyt mutatok be, ami még romjaiban is csodálatos. Ez pedig a Posteleki Széchenyi Wenckheim kastély. Postelek hosszú ideje a Wenckheim család birtoka, amit 1895-ben Wenckheim Krisztina kap meg szüleitől házassági hozományként a Széchenyi Antallal kötendő Frigyhez. A neobarokk stílus elemekkel bíró kastélyt a grófnő 1905-ben kezdi el terveztetni, ami néhány évvel később 1909-ben el is készül, a pár pedig még ebben az évben be is költözik a hatalmas épületbe. A több mint 70 helyiségből álló kastélyban nagyjából 40 lakó és vendégszoba kapott helyet, aminek falait különböző színű tapéták borították, és a fal színéről nevezték el a szobákat is. Volt rózsaszín, zöld és dohánybarna szoba is. A kastély folyosóit és előcsarnokának falait festmények, trófeák és agancsok díszítették. A nemesi párnak időközben több gyermekük is született, akik szívesen töltötték idejüket a Posteleki kastély környékén. Széchenyi Antal 1924-ben bekövetkezett váratlan halála utáni időszakban özvegye csupán 4 szobát használt a hatalmas épületben. A 30-as években a kastélyban már csak a legkisebbik fiú, gróf Széchenyi Károly lakott özvegy édesanyjával. A háború alatt 1944 őszén, amikor a család az Egyesült Államokba emigrált, magára hagyta a családi fészket. A Posteleki kastély még 40 évet sem élhetett. Az üresen álló épületet a háború miatt nélkülöző környékbeliek 1944 végén feltörték és kifosztották. Előbb az ingóságot hordták el, majd következett minden, ami csak mozdítható volt. Az ajtók, az ablakok, a márványkandallók, majd a parketta, tapéták, kárpitok és a csempék. Még a függönyöket is letépték, hogy ruhákat varjanak belőlük. Széchenyi Antalné Wenckheim Krisztina 1970 márciusában 96 évesen hunyt el az Egyesült Államokban, távol egykori otthonától. 1947-ben a Gyulai Gyógypedagógiai Leánynevelő Intézetet akarták a romos kastély falai közé hozni, de ebből a tervből végül nem lett semmi, az épület továbbra is csak pusztult. Évtizedekkel később, 1983-ban, amikor a kifosztott romos kastély teljesen életveszélyessé vált, egy polgárvédelmi gyakorlat keretein belül kiadták, hogy az épületet fel kell robbantani, romjait pedig elhordani. A gyakorlat során végül csak a düledező falakat és a veszélyes elemeket távolították el, a megmaradt részeket pedig megerősítették, így a romkastély falai még sokáig ellen fognak állni az időjárás viszontagságainak. Na, itt állok a kastély előtt, és gyönyörű szép, sejtelmesen ködös idő van, mint ahogy látjátok. Ez az egyik kedvencem, ez az idő, szóval abszolút jó időben vagyunk kint, és amit észrevettem, itt van a kastély egykori, hát ilyen dísztószökőkút szerűsége, mindig látható. Ott itt van a kastély kertjében, a kastély bejárata előtt, és meg is támadjuk gyorsan a kastélyt. Hát annyi a helyzet, hogy nincs sok időnk, tehát nem is terveztem erről hosszú videót csinálni. Amúgy ez látogatható teljesen szabadon, viszont nem lehet bemenni, ki van írva. Belépni tilos, stopp, meg hát ugye omlásveszély, életveszély, egy kis cuki kis lépcsőn felgyaloglunk, és ide is érkeztünk a kastély elé. Hát borzasztó rossz állapotban van, mint ahogy kommentárban is elmondtam. Nem 5-10-15 éve van ilyen állapotban, hanem már évtizedek óta. Mindenhol omlásveszély, le is van rácsozva rengeteg helyen, szinte majdnem mindenhol. Tökéletes igazából már csak a falak vannak szinte, és sok helyen már azok sincsenek meg. Hát megpróbálok nézni itt. Szerintem itt volt ugye egy lépcső, meg látjátok itt oldalt is volt lépcső, látszódik. Pár maradvány még itt van. Ilyen karzat, meg hasonlók. És hát itt látjátok, aha, néhány vasgerenda még azért tartja magát ott fent, de ennyi konkrétan a kastély, ennyi maradt belőle az évtizedek alatt.
És itt volt ugye a családi címer, Wenckheim. Gyönyörű volt akkor. Körbe is tudjuk kerülni az egész kastélyt. Így néz ki oldalról. Ott látszódnak még ugye a tetőszerkezetek nyomai. Meg hát ugye a faldarabok. Ott azok még eléggé masszívan állnak. Meg hát ez a szerkezet maga, ami itt van, az még elég sokáig fog állni. Az biztos, tehát ez masszív. Csak hát nem lehet vele mit kezdeni. Nyilván fel lehetne újítani, egy darab téglából is fel lehet újítani egy épületet, csak hát nem érné meg, mert ki az ember, aki erre áldozná a pénzét egyrészt. Másrészt 2-3 ilyen kastélyt lehetne felépíteni bárhol máshol, fele annyiért, szóval gazdaságtalan. Ez így fog maradni az idők végzetéig, az biztos. A kastély hátsó része pedig így néz ki, itt is volt ugye egy lépcső, másik felén is volt egy lépcső. És fel lehetett menni ugye az első szintre, és ez a hátsó része. A park az amúgy gyönyörű, tehát hogyha nem lenne ez a romkastély, hanem egy működő kastély, meg egy szép új kastély, akkor igazából fullos lenne minden. Így is fullos, tehát nekem így is tetszik. Félértes ne essék. Szerintem valami jól néz ki. És pedig a hátsó része egészen elképesztő. Ez valaha működött. És ma már csak a csontváza van meg. És mindenhol figyelmeztető táblák, omlásveszély. Ott volt még egy lépcső feljáró, ahogy látjátok, a semmibe. Tudjuk, ott is egy lépcső feljáró. Kastély háta mögött egy gyönyörű szép ilyen dísz tó is látható. Innen látom, kicsit ködös az idő, de azért látszódik. Tök feelinges, egy kis félszigettel kiegészítve. Nagyon tetszik. Na szóval így néz ki belülről, gyerekek. Ki is van járva amúgy. Itt van egy kis ösvény. Nem régen zárhatták le amúgy teljesen. Véglegesen. Az első szinten állok most. Ott volt egy második szint. Már csak a gerendák vannak ugye, ahogy mutattam kívülről is. Itt meg már semmiféle tetőszerkezet nincsen. Ez egy lépcső volt. Aha, igen. Ez egy vas lépcső volt még hozzá a következő szint. Egy csiga lépcső. Ez egy vas csiga lépcső volt, ami onnan lentről jött. És innen lehetett feljönni egészen idáig, illetve a következő szintre, amiből már csak néhány fal darab maradt. Egészen elképesztő. Na, az ilyen kastélyromokat imádom, amikor tényleg az enyészet, pusztítás látszódik, nem az a ilyen friss kastélyok elhagyatva. Ez az igazi enyészet, amikor a természet itt van benne a kastélyban a természet, és visszaveszi, ami az övé. Az ilyeneket. Hú, de imádom. Hát tia, titus. Hát tia. Őrződ a kastélyt? Kis cukorvád. Titus. Titus. Visszamegyek még erre, mint volt még egy helyiség. Azt láttam. Aha, itt is ki lehet menni. Itt is látjátok, mekkora bokrok meg fák voltak itt anno. Nem régen íthatták ki őket. Szóval itt lehet menni. Bent a kastélyban. Konkrétan itt van a kettő elágazó lépcső. Itt az egyik. A kastély hátsó része. Gyönyörű, gyönyörű, szép romok. Atya úristen, nagyon élem ezt a helyet. És itt a másik lépcső. És itt voltak ugye szobák. Ez egy folyosó volt, ha jól látom. Itt volt egy folyosó. Ez egy helyiség volt itt. Mentünk tovább a folyosókon. De csettintenék egyet, és visszarepülnék mondjuk ilyen 60 évvel ezelőtt. Akkor még talán, hogy hát jobb állapotban lehetett. Itt is egy ajtó. Itt is volt egy helyiség. Olyan, mint egy ilyen
ilyen bontás után ilyen téglákat tettek volna ki az erdő szélére, pedig ez egy kastélynak az első szintje konkrétan. Itt is van egy ajtó. És itt volt maga az a lépcső, az ugye a vas lépcsők még megvannak. Hát itt nem tudom, lehet, hogy itt is egy lépcsőház volt. Megyünk tovább. Közben vannak ilyen bökős növények itt bent. Durva. Itt is el lehet menni, ugye itt csináltam egy kört, hatalmas nagy ablakok. Emlékek a falon, 2015-ből, 19-ből. És itt volt még egy második szín, gyerekek. Nagyon durva. Voltam amúgy én olyan kastélyban annó, ami hasonlóan romos. Pont egy szellemváros találkozón mentünk ki oda néhányan, jó páran. És abból egy olyan anyagot akarok csinálni, aminek az lenne a lényege, hogy mit csinál a természet 5 év alatt. Ugye 2016 elején voltunk ott, és 2021 közepe fele jön majd ki az anyag. 5 év elteltével hogy fog kinézni az a kastély, ahol voltunk. Ez Komárom-Esztergom megyében van, ha jól emlékszem. Ez a szellemkastély, kíváncsi leszek. És semmiféleképpen ne felejtsetek el csatornatagnak lenni, mert extra tartalmak és premier előtti videók jönnek. Ugyanakkor Patreonon is ugyanez a helyzet. Csatornatagnak lenni rohadt menő. Közben a macskát elijesztettem, nem figyeltem, hogy merre futott. Kis cukker. A kastély macskája. Ott is látjátok. Ez egy második szint. Ott az ajtó. Ott vannak az ablakok. Itt van ugye a fogadó része a kastélynak. Főbejárat is ide érkezik az ember. Ez micsoda? Itt keresztet találtam, gyerekek. Valakinek a cipzárja vagy nyaklánca leesett. Na, tök jó. Aki esetleg itt járt bent és elvesztette, tudja bizonyítani, hogy az övé volt, akkor itt nálam megtalálja, de lehet, hogy csak egy egyszerű cipzár. A franc tudja. Na, szóval. Hátsó rész, hátsó bejárat, kis lépcső. És ugye a kapu, illetve a kiárat, és arra van a kis cukkertó. Ott a tó. Menjünk el a másik szárnyba, és nem hiszem, hogy tudnék fölmenni egy emeletet amúgy. Még egy emeletet. Somogy megyében is van egy ilyen kastély, nem lövöm le a poént. Egy hasonló állapotú kastély, bár abban egy ilyen csiga lépcső van. Az ilyeneket nagyon bírom. És itt ment fel a lépcső a következő szintre. Még mielőtt megpróbálkoznék vele, eljövök erre. Itt egy lépcsődarab, itt egy egész lépcsődarab konkrétan. Tetszik ez a kastély. Aha. Van amúgy pince része is, de ott tényleg annyira nincsen semmi, hogy oda nem is érdemes nagyon lemenni. És egy helyiség volt itt. Itt is csinálunk egy kört. Mennyi téglából tették ezt a kastélyt ki? Valaki számolja meg egyszer mindenféleképpen, aki megszámolja, az kap egy szellemvárosok pólót. Aha. És itt is van egy ilyen elágazó lépcsőkomplexum. Egyik lépcső, illetve a másik lépcső, meg egy ilyen díszes karzat. Jaj, itt kicsit könnyű volt a föld. Pincerész. És akkor vissza is tudunk menni. Hopp, valami leesett, nem tudom. Aha, el is el lehet menni. Tök jó. Ez tök jó. Hű. És
és a kastélynek a belülső része. És milyen jó csönd van, borongós, ködös csend. Azt tudom, most hol vagyok. Jaj, visszaérkeztem ide a középső részbe. Hol volt ez a lépcső? Ezt meglesem. Erre. De ugye a kastélynek a hátsó része. Így néz ki. Én nagyon élem, gyerekek. Írjátok meg kommentbe, hogy egy 1-től 1342-es skálán mennyire tetszik. Szerintem egy ilyen 1374. Basszus. Az a lépcső, gyerekek, itt valaha emberek lépkedtek fel, ezt nem tudom elhinni, hogy ilyen létezik. És fel lehet mászni, gyerekek, mert ott mintha annyi, hogy a táskát leveszem szerintem. Táskát itt hagyom, meg kabátot is. Az ilyeneket annyira imádom, amikor tényleg ilyen borzasztó nagy rombolás és pusztítás van. Bár szomorú, de egyben csodálatosan néz ki. Le kéne tennem ezt a kamerát. Állj meg. Megáll. Na, fent vagyok, gyerekek. Tehát akkor itt volt egy lépcső, onnantól, ami felvezetett ide, a második szintre, és így néz ki a második szint. Vagy első szint, hogyha földszintől számoljuk, nem tudom. Döntsétek el ti. És ezek a vasgerendák még eléggé masszívan állnak itt. És arra fel is el lehet menni. Fizikailag el lehet menni. Ott van valami cső is kiállt. Lehet itt pont valami WC volt, vagy nem tudom. Lyukas a tető, téglák össze-vissza, növények kinőttek. Nagyon brutális. Ezt kapjátok ki. Ez egy szoba volt. Lehet, hogy valaki itt fésülködött, mit tudom én, 100 évvel ezelőtt. Vagy abban a sarokban fésülködött. Nem? Azért ez durva. Ez is egy szoba volt itt. Itt látjátok, egy ilyen vékonyabb helyiség volt. Lehet, hogy pont ez volt a WC. Hú, gyerekek, nagyon durva. És erre fel is itt le lehet menni, bár azért necces, ott arra fele a falakon tovább menve, meg akár ide is, hogyha nagyon ügyes az ember. Most az egész kastélyt megmásszuk. Na, szóval így néz ki a kastély. Hát nem azt mondom, a legmagasabb pontja. Lássuk csak. Egy, kettő, harmadik legmagasabb pontja. Ez. Oh yeah. Urbex Gyula megmászta. Harmadik hely nekem bőven elég lesz. Szerintem rohadt feelinges. Atya, úristen, mennyi helyiség, mennyi gyönyörű szoba volt régen. És ezt emberi kéz felépítette, gyerekek, gondoljatok már bele. Imádom. Na, csináltam pár Insta-sztorit, meg fotót, amúgy kövessetek be Instán, meg hasonló dolgok, legyenek csatornatagok, már elmondtam.
Atya, ez a látvány, ez megunhatatlan, gyerekek. Imádom, egyszerűen imádom. Mondtam már, hogy imádom ezt a helyet? Azt ugye mondtam, várja? Ja, azt hiszem mondtam. Leúrbexeltük az egészet, mint atom, szóval zsír. Fú, még egyszer nem akarok lemenni, élvezem. Annyira feelinges ezzel a köddel együtt. Nézzétek meg, milyen gyönyörű, szép, fás liget veszi körül. Borzasztó gyönyörű helyen van ez a kastély. Közben vannak nézelődők. Kíváncsi vagyok, mennyire fog meglepődni a néni, hogyha észrevesz. Jó napot! Ja. Mikor újítja föl? Most várok az EU támogatásra. Siker. Köszönöm. Oksa. Persze. De hát ilyet nem sűrűn látni, így, hogy lehessen látni, minél többet mondják. Nagyon jó. Hát erre se gondoltunk, hogy ott fönt látunk egy embert. Megnézem, milyen belül, de hát elég rossz. De hogy tudod követni? De én mintha olvastam volna valahol, hogy fölfogják ezt a falakat indítani. Hát maximum megerősítik, hogy ne döntse össze a szél, de... Más nem is volna érdemes csinálni vele. Persze. De az jó lenne, hogyha ezt, ami van, ezt megmenteni. Igen, mindenképpen. Arrafele nézek, esetleg gyorsan elnézek arrafele. Igazából az a helyzet, hogy maximum 20 percet terveztem itt lenni. Hát ebből majdnem másfél óra lett. Azóta itt vagyok. Hát egy kézzel neccesebb, ezt lehet kihagyom ezt a részt. Vagy ne hagyjam ki. Egy kézzel necces lesz. Oké. Hülye pókháló. Hú, hát egy kézzel neccesebb volt, az biztos. Szóval, másik része a kastélynek, ugye a hátsó bejárat, ott vannak a lépcsők, és oda is vannak írva, gyerekek. Hogy tudtak odaállni? Még lehet régebben azért itt nagyobb hely volt odaállni, nem omlott le annyira. Végig lehet menni, oda tovább menni, csak nem látom annyira értelmét. Ugyanezt fogom látni. Szóval szerintem nagyjából ennyi a lényeg innen postelekről. No, jóval legyen akkor csatorna támogatóknak számára, meg patron támogatók számára. Végigmegyek ezen a cuccon, megnézem a másik felét is akkor. 1-2-há, durva anyár. 4-5-6. Kiálltam az ablakba, gyerekek. Kastély hátsó része fele. Ott a hátsó része, itt másztam fel, itt a lépcső, és most megyünk szépen visszafele. Na, lejöttem, szóval nézzük a kastélynak a főbejárati részét. Hát egy perc van az aksimból, szóval sietnék el, és nem is hoztam másikat. Basszus. Szóval így néz ki. Szép kis karzatok voltak itt. Pár darab még megvan, főlépcső, és itt az egész kastély, gyerekek. Gyönyörű. Közben megjöttek a turisták is. Na hát ennyi lett volna a videó, igazi extrém tartalmat hoztam össze, remélem, ti semmiképpen ne csináljátok utánam, csak hogyha nagyon ügyesek vagytok, nagyjából annyira, mint Urbex Gyula. Sziasztok! Mekkora kaland volt! Te jóságos ég! Ha tetszett a videó és szeretnél még hasonló tartalmakat látni, akkor légy támogatónk itt a YouTube-on.
Premier előtti videókért és extra tartalmakért csatlakozz a csatornatagok közé, vagy látogass el a Patreon oldalunkra. Ha ha ha.